Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jönnek is Warframe így a Plains of Eldalon helyett, kicsit úgy le laposodott, most mindenki erre vár, hogy kijön végre a Plains of Eldalon, azért szignifikánsan meg fog változni a Warframe, és én magam is, amíg erre a nagy update-re várok, addigra így belekóstogattam más játékokba, ugye volt itt COD beta, Battlefront 2 beta, szóval úgy minden van, kis Pass of Exile, minden játszottam, én is arra várok, hogy egy kis Warframe legyen, ám viszont idők közben a kedves klánom nagyon-nagyon igyekezett, és ez egy nagyon jó dolog. Mindenki emlékszik a Hemára, ugye? Bejött, aztán jó, megszopatott mindenkit, úgyhogy köszönjük szépen Digital Extreme, 26 millió loser, ugyebár, és egy munklán esetében a Hemába kellett 500 000 mutagén szempől, ami hát még nem lenne olyan nagy dolog, ha a mutagén szempől nem éppen esne a ritkában, de úgy esett, ahogy esett, hogy a mutagén szempől nem éppen túl gyakran esik, úgyhogy hosszas farmolásokat kellett csinálni egy munklának ahhoz, hogy ez megvalósulja. Nos, egy évre innen megcsináltuk végre, úgyhogy elérkezett ez a pont, és ez most inkább egy köszönő videó a magyar Warframe gamer közösségnek, mert nem igazán szeretném úgy mondani, hogy ez egy klán, hanem inkább egy közösség, amit itt létrehoztunk. Egy páran, ugye a Necro Army, és nagyon szépen köszönöm a magyar Warframe közösségnek, azoknak, akik itt voltak közöttünk, és hozzájárultak a klán felépülésére, és azoknak, akik jelenleg is közöttünk vannak, és hozzájárultak a klánnak a felépüléséhez. Ez nem csak arról szól, hogy 500 000 mutagia szempől kellett a Hemába, hanem arról szól, hogy egy magyar közösség valamilyen szinten is, ha lassan is, de összefogott, és megcsinálták. Tehát ez egy lépés, azt hiszem, arra, hogy egy gamer közösség jöhessen létre, és örülök, hogy valahol a Necro Army az, akinek ez sikerül összehozni. Tehát igyekszem én is egy olyan mentalitásba vezetni ezt az egészet, vagy hangoztatni, ahol egy közösséget alkotunk, és a közösségnek az egyik alappillére az, hogy mindenki hozzájárul annak a működéséhez. Nem egy zárt elit klánról van szó, nem egy kompetitív klánról van szó, hanem egy közösségről, ahol az emberek azért jönnek hozzánk, hogy jól érezzék magukat, hogy társakra találjanak, hogy barátokra találjanak, hogy megerősödjenek, hogy kilépjenek, majd visszalépjenek, tehát egy ilyen szabadabb közösség, és úton útfélen, ahogy ez működött ez a közösség, úton ötfélen, ez mindig így meg is történt, és egyelőre ez így rendben van, ahogy van. És ugye itt elérkezünk a Hemához, és az utolsó, azt tudnotok kell, hogy az utolsó 60 000 mutagén szempöltől, amióta bejött az az update, hogy meg lehet nézni, ki mennyivel járult hozzá a klán felépüléséhez, a fejlesztésekhez, azóta mi kiirdettünk egy versenyt a közösség tagjai között, ami azzal járult, hogy aki megnyeri, aki a legtöbb mutagén szempölt rakja bele, attól számítatta, a naptól számítva, az kap 1100 platót, plusz 2 prime settet, és a többi, és a többi. És így az első három helyezetnek kiosztunk valamit, aki a legtöbbet rakja ezekből össze. És végre elérkeztünk arra a napra, hogy ez megoldódott, és tényleg nagyon köszönöm mindenkinek, mert 500 000 mutagén szempől belekerült ebbe a Hemába, és sajnos nem tudjuk mindenkinek lemérni azt, hogy mennyit rakott bele, ezért is a versenyt attól a ponttól hirdettük meg. Szóval egy közösség ezt megcsinált, én úgy gondolom, ez egy nagyon jó eredmény, és köszönöm szépen. És akkor jöjjön valami, amit nagyon ki szeretnék emelni ezzel kapcsolatban, és az pedig a győzteseknek a hozzáállása és hozzájárulása ez a közösséghez, és nem csak én fogok beszélni ebben a videóban, hanem inkább azok is megszólalnak, akik ehhez igazán hozzájárultak, szóval mindjárt ők fognak következni, de addig is ki szeretném emelni egy kicsit az abszolút győztest ebből a szempontból, és az ő hozzáállását ez az egészhez, szóval az abszolút győztes állunk egy olyan sászett, akinek az a neve, hogy Dave Foon, és amióta mérni tudjuk a Hemát, hogy ki mennyit rakott bele mutagén szempontból, ő azóta belerakott 12 500
mutagén szempölt, ezáltal ugye a legtöbbet rakta bele az utolsó 30, az utolsó 50 ezer óta, amióta a hemát megcsinálják. 12.500, tehát ő meg is, úgy, ahogy van, meg is nyerte a versenyt. Viszont ez a srác volt annyira rendes, vagyis hát, hogy egyszerűen azt mondta, oké, itt van ez az 1100 plat, nekem nem kell, szeretném, hogyha felosztanátok a közösség nyertesei között, tehát azok között, akik ő utána jöttek és megnyerték ezt a versenyt. Kész, és ugye személyesen beszéltem vele, és megírtam neki, te figyelj, emlékszem, hogy ezt mondtad, hogy felajánlanád a nyereményedet, de semmi probléma, hogyha nem, hogyha azóta, ha szükséged van 1100 platra, szettekre, minden, itt van ez a tied, semmi izé nem lesz belőle, te megcsináltad, megnyerted, ezzel hozzáértél a közösségnek, ez a tied. És nem, és azt mondta, hogy köszi, figyelj, adod azoknak, akinek szüksége van rá. És akkor itt szeretném még én is kiemelni, és tehát ez le a kalapa, tehát ez közösség. Tehát ez valahogy ha így működik, és itt szeretném még kiemelni két embert, akik hamarosan meg is fognak szólalni ezzel kapcsolatban. Akik az utolsó 32 ezer kiformulásában nagyon nagy szerepet vállaltak, és azt mondták, hogy na, októberre hema lesz, én meg azt mondtam nekik, hogy ha ezt ti megcsináljátok, akkor íme egy videó nektek rólatok, és szeretném betartani. Mert egyrészt ez is egy példamutatás. Ezek a srácok nem először járnak nálunk a klánba, jöttek-mentek, és... ez így van rendjén, ez egy közösségnek a lényege, és amikor jöttek, újra visszajöttek, akkor azt mondták, hogy jó, mi oda tesszük magunkat megint, összeszedték a csapatot, és megcsinálták, de mivel, hogy erről szólt az ígérlet, erről szólt a fogadás, ezért én szeretném átadni nekik a szót, és hogy ők mondják el, hogy mit és hogyan csináltak, és szeretném, hogyha ez egy... példa lenne, vagy inkább egy út iránymutatás lenne, hogy azoknak, akik a mi közösségünkhöz csatlakoznak, ez egy ilyen irányelv ezzel kapcsolatban, hogy csinálunk valamit a közösségért, a magyar gamer Warframe közössége, vagy igazán nem csak a magyar gamer közössége, mert több helyen jelen van a téma, de a TNA, szóval a magyar gamer közösségért valamit. Nos, hát akkor jöjjön Kari és Kislúd. Kari és Kislúd, akik el fogják mondani, hogy miért, hogyan és hogy csinálták meg. Ők voltak mondhatni azt, hogy az utolsó 32 ezer mutagén szempölnek a végét a közösséggel, a barátokkal együtt megcsinálták, és ez egy nagy szó. 32 ezer mutagén szempöl, és hány nap alatt csináltátok meg? Öt. Na igen. Nos, ez egész úgy volt, hogy és erről is szól, hogy amikor én mondjuk nem vagyok ott, vagy bármik nekromancer nincs ott a közösségben, nem tudják vinni, vannak olyan emberek, akik képesek ezt megcsinálni. Szóval 5 nap alatt 32 ezer, és kikkel, mikkel, és végül mit csináltatok? Tehát ugye az egész uncomplex story, hajrá, tiéd a szó, Kislúd. És Kari. Na, hát igazából Kari ötlete volt, hogy októberre hemát egy ilyen program, ugye a fogadásból indult ki az egész, és hát úgy álltunk neki az egésznek, hogy hát akkor fölemésztett egy kis saját tőkét is, mivel ugye volt egy ember, Karinál volt mindig a drop chance booster, és akkor minden négy emberünknél még duplázó bevéve, és akkor úgy vágtunk neki ennek az egésznek, igazából 20 perces köröket mentünk ODS-en, kipróbáltuk ODD-t is, de nem vált be annyira, időben is hosszabb volt, mire annyi összegyűlt, meg szarabb volt a drop is maga. Szóval egy ODS mellett döntöttünk, és akkor 20 perces körökre lebontva mentünk, mivel addig könnyen lehetett törni az enemit, meg úgy effektíve egész sok jött, olyan 150 átlagos egy kör. Ó, az igen, az nem rossz 20 perc alatt. Igen, az nem volt rossz, és hát akkor ebből, hogyha most lebontjuk, hogy 32.150-esével 20 percenként, hogy ez mennyi idő volt. Igen. És akkor ezt napi órára visszabontva így nekünk, az azért kőkemény 5-6 óra. Az azért, betegek vagytok amúgy, ezt komolyan mondom. És kik voltak még ott, akik úgy igazán ebben az utolsó pár napban? Hát ebben az utolsó pár napban hát igazából Amper volt, aki még igen. Ott velünk volt. Alex, ugye Dredd, akkor igen.
Viktor, nyakon csaptam, mondom, hogy ha eddig nem csinálta semmit, akkor Hemából legalább szálljál bele. Okay. Meg ha szétrolkodod a videt, akkor legalább a rédet, akkor ebbe Ó, van segítsél. valaki, aki szétrolkodja a videt? Meg a rédeket szétrolkodja vid, igen. Okay. Akkor, aki még úgy jött, amikor nem volt drop chance booster, akkor behúztuk Stalkert az itt, hogy akkor ő adja nekünk a drop chance Nagyon helyes. boostert. Belángattuk magunkkal őket, meg igazából még két régi ismerősöm, Topi és Crazy Marin, ők voltak, akik úgy még jöttek. És hát így sikerült összehozni 5 nap alatt 32 ezer mutagént. Igazából máig nem értjük, hogy hogyan és hogy miért. Hát úgy, hogy megvolt egy cél, és a cél az általában motiválja az embert arra, hogy ez megtörténjen, és én tényleg nagyon köszönöm nektek, mert ez azért nem semmi. Tehát, annak ellenére, hogy így voltatok a klánba régebben, visszajöttetek a klánba, és végül, tehát így az egésznek, ahogy összehoztátok, én nagyon örülök neki, és valahol tényleg mindig ez volt a cél, hogy ez magától működjön, ez a közösség, és elérje azt, ami szükségeltetik ahhoz, hogy egy jó helyé váljon a Necro Army. Kari, valami hozzáfűzni való? Igen, van. Nekem alapvetően én, hogy nem voltam itt teljes időben, azért én is elég sokat farmoltam mostanság, de hogy én például nagyon sok emberre ráírtam így, hogy privát message-be, hogy szia, nincs egy kis fölösleged a Hemába. És nagyon sokan visszaírták azt, hogy igen, van, persze, ha még kell, farmolok is kicsit. És nagyon, hát igen, na, hát ez az. Egy-kettő voltál, aki azt mondta, hogy nincsen, vagy nem válaszolt egyet. Igazából Karivek köztem is kialakult egy verseny, igazából pont egyetlen egy mutagén szempől akart lárőzni, de mivel ő egy körrel többet ment, mint én, az úgy így 76-tal lárőzött. Igen, látom, hogy... de amúgy azért is volt, hogy titeket így egy kalap alá véve, ugye Dav azt mondta, hogy ő felajánlja az 1100 platot és a szetteket annak, aki a második helyzet, szóval ezért nyert Vegokus, 6429-et, de titeket így a másik helyzetre vesznek, és Amper Chaser-t a harmadik helyzetnek, és akkor így alakulnak ki a verseny. Győztesen is ugye mondtad Karite, hogy Topix-nek egy külön díjasként adsz valamit. Szóval ez is egy nagyra értékelendő dolog, azt hiszem. Nos, én már Crazy-nek odaadtam a saját külön díjamat, az egy Rhino set volt. Az igen. Azt hiszem, nekem van egy Rhino BP, nem tudom, lehet azt is bele kéne dobni a nyereménybe, mert úgy akarom megcsinálni, hogy kiírom, hogy milyen szettjeim vannak, és van egy pár, és akkor azokból válogathatnak kedvükre a győztesek. Az első helyzet 2-t, a másik helyzet 1-et, plusz a platot, ugye a másik helyzet is a platot, plusz 2 szettet, a platot és... 1 szettet a másik helyzet, és a harmadik helyzet pedig 1 vagy 2 szettet. Majd meglátjuk, és azok közül azt, amit szeretnének. Nos, srácok, én tényleg nagyon köszönöm, hogy ezt összehoztál, tehát megnyomtátok így a végét, és az egész közösségnek mindenkinek, aki belenyomott, végül is, tehát itt azért 500 000 mutagén szempőlől van szó, és tudom, mielőtt ugye nem tudtuk mérni ezt az egészet, hogy ki mennyi, azért volt itt egy-két arc, aki kurva sokat beleraktak, ugye, gondolunk itt azért... meg Hunter-t. Hunter-t, igen, tehát ez azért bazd meg, tehát kurva sokat belerakott Hunter, az biztos. De így általánosan sokan raktak bele olyanok is, akik ugye már nincsenek köztünk, mert kiváltak, tehát nagyon sok, tehát szerintem, ha úgy nézzük, a magyar Warframe közösség nagy része nálunk már megfordult, és majdnem biztos, hogy mindenki hozzájárult egy kevéssel ehhez az egész projekthez. De amit ti csináltatok a végén, az előtt le a kalappal, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy köszönöm szépen nektek. Nem tudom, van még valami más, srácom? Nincs, nekem. Jó, Lud? Én is elmondtam mindent, szerintem, amit lehetett. Rendben. Nos, hát srácok, köszönöm a figyelmet. Blaze of Eldolont várjuk, mint az őrület. Igazából, tehát addig ugye nálam is a Warframe a csatornám egy kicsit lejjebb adott, de várjuk, mint az őrület, úgyhogy addig pedig íme egy ilyen kis fogadás videó nektek, és ja, valószínűleg lesz livestream a Plains of Eldolonról, úgyhogy várlak titeket a Twitch csatornámon mindenképp, és meglátjuk, hogy mit lehet. Reméljük tényleg, hogy egy sok új dolgot be fognak hozni a Plains of Eldolonnal, és megcsinálják. Nos, köszönöm a figyelmet, srácok, búcsúzottak el szépen a közönségemtől. Köszönöm.
Sziasztok! Viszlát! Sziasztok! Igen, mindenkinek szép napot kívánunk! Kellemes hétvégét és a többi. Szervusztok! Na